Hegedűs a háztetőn. Bolondosan hangzik, ugye? Márpedig mi itt a Natevkában, ebben az eldugott kis falucskában. Mindjárt hegedűsök vagyunk a háztetőn. Gyötrődünk, kínlódunk, hogy kicsaljunk valami egyszerű, kellemes dallamot, anélkül, hogy kitörnénk a nyakunkat. Ez nem könnyű. Kérdezhetnék, miért ragaszkodunk mégis ehhez a helyhez, ha ilyen veszélyes? Mert a Natevka az otthonunk. És hogyan tartjuk meg az egyensúlyt? Mi a titka? Egy szóval megmondhatom. A hagyomány! A Broadway-en 1964-ben bemutatott Hegedűs a háztetőn című musical a színházi műfaj egyik csúcspontjának számít. New York-i ősbemutatója óta állandóan jelen van a világ színpadain. A múlt évadban több romániai magyar társulat is műsorra tűzte a népszerű darabot, mint például a Csíkszeredai Városi Színház. A Csiki játékszín történetében nem ez az első Hegedűs a háztetőn rendezés. 18 évvel ezelőtt Parászka Miklós, a társulat egykori igazgatója vitte színre a Jerry Bock, Sheldon Harnick és Joseph Stein szerzőhármas tollából származó zenés színpadi művet, a tavaly pedig majdnem a teljes társulattal és vendégtáncosokkal is Ervin Simsanson, a Konstancai Állami Színház igazgatója. A nagy sikerű darab cselekménye egy kis ukrán faluban, a Natevkában játszódik, az 1900-as évek elején egy kiélezett történelmi helyzetben, jellegzetes figurákkal. A történet főhőse Tevje, öt lány apja, aki családfőként ragaszkodik a zsidó valláshoz, hagyományokhoz, miközben különböző megpróbáltatások érik családját. Harcokat kell vívnia elsősorban a lányaival, akik szerelemből szeretnének házasodni, de mindegyikük férje egyre távolabb esik a zsidó hittől és örökségtől. Valamint a cár rendeletével, amely alapján száműzik a zsidókat a faluból. A rendezőnek igazi szakmai kihívást jelentett egy magyar társulattal színre vinni Repp Tevje teljes ember családjának történetét. Egyrészt, mert ez az első musical rendezése, másrészt pedig a darab aktualitása miatt. Bineînțeles că e o provocare, dar e o provocare extraordinar de frumoasă și de atractivă. E o provocare pe care mi-o doream de foarte mult timp. Îmi place foarte mult genul musical, pe de o parte. Pe de altă parte, este unul dintre cele mai frumoase titluri de musical din istoria acestui gen. Dar provocarea și mai mare pentru mine a fost aceea de a monta spectacolul într-o limbă pe care nu o vorbesc. A fost o experiență extraordinară. Cred că n-aș fi găsit în momentul ăsta o trupă în România care să înțeleagă mai bine decât au înțeles actorii de la Mierculea Ciuc ceea ce îmi doresc eu să spun cu acest spectacol. Și ce ați dorit dumneavoastră să spuneți cu acest spectacol? Cumva am vrut să duc mai departe ceea ce, de fapt, acest mesaj extrem de actual. Trăim o permanentă dezbatere, să spunem, luptă între dorința noastră de a ne păstra tradițiile, cultura, obiceiurile ca elemente primordiale în existența și identitatea noastră, dar în același timp de a înțelege că trăim într-o epocă modernă, că vremurile se schimbă în permanență, trăim în fiecare perioadă schimbări și trebuie să înțelegem, să știm cum să ne adaptăm la ele. Și atunci trăim mereu așa ca într-o, cum spune și Tevje, ca un scripcar pe acoperiș, într-un echilibru instabil, permanent, trebuie să știm să ne găsim echilibru în viață și să găsim acest balans între identitatea pe care o definim prin valorile noastre, familie, tradiții, obiceiuri, cultură și în același timp mediul care ne înconjoară și adaptabilitatea noastră la mediul care ne înconjoară. Akik csak átutaznak a Natevkán, azt se tudják, merre jártak. Egy lábos tök.
egy sáros rög. Mit hagyunk itt, nem sok jót, csupán a natefkát. A natefka, éhező, vétkező, a natefka, széthulló házam és hazám. A natefka, a natefka, megszokott, megkopott, a natefka, még egyszer visszanézünk rá. Când am început să montez acest spectacol, am vorbit despre acest lucru, că este absolut cumva o coincidență atât de tristă că în Ucraina, în, de fapt Anatevka este un sat ucrainean, se întâmplă la 100 de ani aproape, dar mai bine de 100 de ani de la momentul întâmplărilor din spectacol, cam același lucru, comunități care sunt dislocate din tărâmul lor, din pământurile lor, sunt alungate, li se neagă dreptul de a-și avea propria țară, propriile valori, propriile obiceiuri și sunt alungați din orașele lor și oamenii trebuie să plece în fugă, fără să poată să se uite în urmă, lăsând în urmă familii, case, bunuri și plecând unde au văzut cu ochii. Itt van a parancs! Az áll benne, hogy el kell adnotok minden holmitokat, és el kell hagynotok ezt a falut három napon belül. Három napon belül? Mennyi? És te, hogy? Aki ismersz bennünket, amióta csak élsz, végrehajtod ezt a parancsot. Nem tehetek mást. Nem értitek? De, értsük. És mi van, ha nem engedelmeskedünk? Akkor erőszakot alkalmazunk. Védekezni fogunk. Itt születünk. Megvédjük az otthonunkat. Harcolni! A mi fegyvereink ellen! Nem tanácsolnám. Am montat spectacolul ăsta într-un teatru de limbă maghiară, nu doar pentru că actorii sunt pregătiți, dar și pentru că eu cred că povestea are o semnificație cu totul aparte într-o comunitate maghiară din România. Cumva povestea îi atinge într-un fel cu totul și cu totul personal, pentru că multe dintre zbaterile și luptele pe care le văd, le simt în personajele din Scripcarul pe acoperiș, ei le trăiesc sau familiile lor le-au trăit la un anumit moment dat. Éjjel-nappal diga-diga-da, tartana a nagy daj-daj, temetném a munkát, jaga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-da. Dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Építnék házad benne, 10 szoba lenne, s hozzá egy fürdőkamarám. És fürdőkádban lábamat áztatnám. Nagy széles márvány lépcső egy, ami felvisz, s még egy, mert lefele is kell. S kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulyka, réce, kappan a háznál, kis csibe rántani való. Fokhagymásan illat a bódító, de addig vák-vák, háp-háp, kotkoda meg gágá, hangjukat elviszi a szél. Hogy hirdessék itt gazdag emberél.
gazdag lennék. Éjjel-nappal, digadigadaj, tartana a nagy dajdaj. Haj! Temetném a munkát. Dolgom gondom másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Látom már, tollal tüllel pici feleségem, ó, az a moszkvai sik. Illeg-billeg libben a szoknya rajt. Bársonyban térül fordul, úgy süti nékem a teltet libanyakat majd. S képzeljék, ő fogyókúrát tart. A község úri népe hajba gajna mind nekem, mind a talácsomat lesnék, mint egy bölcs Salamonét. Csak egy szót, reptevje, megbocsáss, reptevje, bölcse vagy a híres, csoda rabbin áll. Lenne, bármit is mondok, hisz úgy is helyes el a nép. Ha gazdag lennék, rögtön bölcs lennék. Gazdagként minden időm a zsinagógában imába töltenék. Helyet a keleti falnál bérelnék. Álló nap szent könyvet bújnék, órákon át bölcsöregekkel vitáznék. Legfőbb vágyam ez lenne csupán. Amikor kiosztottak ebbe a szerepbe, akkor néztél-e meg te más hegedűs a háztető? Természetesen, de már előtte rengeteget. Gondolva, valahol tudat alatt, vagy érezve, hogy egyszer jó lenne ezt eljátszani. És ennek van egy érdekessége is, ugye én nagyon úgymond véletlenül kerültem ebbe a történetbe bele, mert én ki voltam adva rendezni a tavalyi évadban, jól mondom, igen, és bár tudtam, hogy ez lesz, nagy szívfájdalmakkal le kellett mondani, hogy na, akkor ebbe nem vehetek részt semmilyen formában. Viszont ott volt annak az öröme, hogy mehetek viszont rendezni. Na, az kútba esett a rendezés, és jeleztem a vezetőségnek, hogy itthon vagyok, gondolkozzatok bennem, jövök. És akkor találkoztam a rendezőrrel, Ermin Simpressonnal, és lett egy olyan kapcsolat belőle, amiből ő úgy döntött, hogy ezt most rám fogja osztani. A megállapodásunkra, a jólétünkre, a gazdagságra, és mindenre, az életre! Ha fáj, ha bánt, az élet! Csak így áll és elszáll a gond, tisztelt, mint apád a hegylevét. Ameddig megy beléd, hát csak így áll, ha fáj, ha bánt, az élet! Csak így áll és elszáll a gond, ma este mindenki víg legyen. Kocincs, hogy így legyen, hát csak így áll, de bort! Isten rendelése szenvedj, ám de mégse sírjál, ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem tölt, ez a perc, hogy fenköl, duplán inni kell. Ha fáj, ha bánt, az élet, csak így áll és elszáll a gond. Majd ígyünk a papára, kisfiam, a mamára, boldogan, hát csak így áll, de bort! Azt hiszem, hogy a legszebb ebben a történetben az, hogy hiába, hogy rengeteget és nagyon nagyot változott azóta is a világunk, amit mi ismerünk, vagy amit megismerhetünk, amit élünk. Ez a darab, ez a történet, a hegedűs a háztetőn, azt hiszem, hogy azért tud élő maradni, még ha hagyományos formában van színpadra állítva.
akkor is, mert annyira egyetemesen a kisemberről, a hétköznapi emberről szól, aki belekerül a történelem sodrásába, és nem tud más csinálni, mint hogy sodorja őt a történelem, és a történelem szele, vihara elkapja, felrepíti, és nem tud más csinálni, mint alakulni hozzá. Ezt éljük ma is. Az egyszerű, de mégis markáns sokat mondó díszletet és a jelmezeket az Uniter életműdíjas Carmen Csitábros Bolyú tervezte. Az előadás vonzereje még a Bene Zoltán zenei vezető által betanított dalbetétekben, valamint a jól kidolgozott szimpati mozgásban rejlik. Bodor Johanna koreográfus asszisztense Bordás Attila volt, aki táncosként is fontos szerepet kapott a zenés darabban. Mit csinálsz, szegye? Én szerettek dolgozni ezzel a csapattal, én valójában 3 éve kezdtem el dolgozni, már rég szerettem volna egy olyan lehetőséget, hogy bármi áron kezdjek el dolgozni velük, vagy próbáljam ki magam velük, és akkor szerencsés véletlen, vagy nem véletlen része volt, hogy gyerekeladásba koreografáltam, és akkor valahogy így ráragadtam a társulatra egy külső munkatársként, és nagyon szerettem a csapatot valami. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de valahogy a szívem ügye lett ez az egész Csiki játékszín.
A musical az egy olyan jó értelemben vett köztes műfaj, ami a zenével, a sztorival tudhatni bármilyen felfogású, vagy közönségre, vagy bármilyen rétegre. Tehát egy olyan műfaj szerintem a musical műfaja, ha jól van megcsinálva, hogy valahol kikerülhetetlen, valakit elkap valami bizonyára az előadásból, ha egy jelenet, ha egy szereplő, ha egy dal, ha egy tánc, és elég komplex egy ilyen kombót összeállítani, és nagy kihívás, de szerintem megéri. Sokan mondják, hogy a musical műfaj az komerc, de ez, vagy az operett, hogy régies. Én nem gondolom ezt. Nagyon fiatal koromban én is így gondoltam, amikor ilyen forradal már rendezői, vagy koreográfikus ötletei voltak, de egyre inkább rájöttem így csinálva a szakmám által, hogy bizony-bizony ez egy olyan műfaj, ami tudhatni széles közönségnek. És hát nem beszélve arról, hogy tragédiákban, fájdalomban, örömben mindig énekelünk, táncolunk, és ez egy ilyen jó. Abszolút, és valahol mindig szerintem itt is, meg máshol is a csapat, vagy a csapatmunka az egyik mérvadó dolog ahhoz, hogy létrejöhessen valami. Nézz, édes ágátra, méhecske száll, nékünk is kell, férjecske már. Nem kell, hogy túl szép, hogy túl jó legyen, csak egy férjecske kell nekem. Van tán egy ábrándos kuncsaftod már, ki hűséges jó asszonykát vár. Szerelmünk cégednek reklámja lesz, csak egy férjecske kell ehhez. A dúskál, a férfi sok jóban, az jól van, de ha szegény, se baj. Oly mindegy, hogy sakter vagy bakter, de a szíve az lágy legyen, mint a vaj. Méz, édes ágátra, méhecske száll, nékünk is kell, férjecske már. Raktáromban tán egy kedves legény, ki csodára vár, úgy, mint Reptevje teljes ember családjának történetét sokan sokféleképpen mesélték már el. A tradíciók válsága és a modernitás kihívásai közti lavírozások, a generációs feszültségek minden rendezőnél sajátos módon elevenednek meg. Ez esetben a színészi játék már-már feltűnően visszafogott, bár a szereplők igen mély lelki vívódásokon mennek keresztül. Nem jajveszékelnek, nem ordítják ki fájdalmukat, hanem magukba fordulva, mondhatni természetes módon fejezik ki érzelmeiket. Ez a teljes emberfeleség az öt lányos anyajátékában érzékelhető leginkább. Te hát szeretsz! Igen, azt hiszem. És én is ugyanezt hiszem. Ez így volt eddig is, és így is lesz. 25 év után jó tudni. Minden egyes helyzetben ilyen visszafogott anya tudsz lenni? Nem. Hát gondolom ismered a helyzeted, nem kell én visszadobjam neked a kérdést, de nem. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor az agyam nekem is elrobban, és akkor egy kicsit idegesebb vagyok, de itt nem ezt kellett most csinálnom, nem ezt kellett játszanom. Nagyon-nagyon lejött minden belőled, így ebből a visszafogottságból, ebből a visszafújtottságból. Mennyire volt nehéz ez a feladat? Tudom, hogy neked az éneklés, az, hogy musical talán nem áll távol, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit mégis más volt. Jól érzem? Más volt, mert másféle dolgot kért tőlem a rendező. Tehát, hogy én emlékszem annak idején, amikor 24 évvel ezelőtt, nem, több mint 24 éve, 30 évvel ezelőtt játszottuk Szent Györgyön, igen, most eszembe jutott a pontos dátum, akkor még statisztáltam az előadásban, a Szent Györgyi Színház csinálta a Hegedűs a háztetőnt, és ott teljesen mást
kért a rendező a szereplőktől, viszont belém annyira belém égett az, amit ott Zsoldos Tati, Zsoldos Árpád és Molnár Gizi néni csináltak, hogy jött vissza, ahogy próbáltuk, mi, ez nekem jött vissza. De hogy a kérdésedre válaszoljak, ezt kérte a rendező, úgyhogy én ezen az úton haladtam. Asta e un lucru pe care eu, ca regizor, îl încerc să-l obțin în fiecare spectacol, nu doar în musical. Pentru că eu cred că atunci când spunem o poveste, indiferent de momentul la care are loc acțiunea piesei respective, de fapt vorbim despre noi. Vorbim despre povești care ne marchează și care ne sunt aproape. Pentru că eu cred că, da, și dacă montăm Chekhov sau Goldoni sau Shakespeare, multe, de asta de fapt aceștia sunt mari clasici, pentru că poveștile lor sunt perfect actuale. Și atunci eu când aleg să montez un text, caut să văd ce este actual în el, ceea ce ce vorbește pe înțelesul nostru, pe sufletul nostru. Asta nu înseamnă că eu caut în niciun fel o actualizare forțată. Niciodată nu fac lucrul ăsta. Respect textul autorului, respect epoca în care autorul a plasat acțiunea, dar stilul de joc și familiaritatea și cheia pe care eu o solicit actorilor este aceea a unui natural și a unui firesc, pentru că doar așa reușim să transmitem emoția reală, doar așa reușim să ajungem la public, pentru că publicul percepe mult, mult mai bine povestea dacă estetica și limbajul folosit în actorie sunt unele contemporane. Már tudta nagyanyó, mazl tov, hogy jön egy vőlegény, ki kedves és szerény, a Szabó Motl Kamzony. Hát erröppen a baj. Mazl tov. A dédi jót akar. Mazl tov. A dédi mindent lát. A férjed, hogy hívja? A szabomot a kámzoly. Köszönöm. Olvastam, hogy ahányszor játszátok, annyi teltház, annyiszor teltház van. Mit szeretnek szerinted ebben? Mit szeret a közönség? Nem is tudom, szerintem annyira a zenei dallamok sem ismeretlenek számukra. Tehát valahonnan valaki hallotta már. Ugye volt a nagy sikerű film is, és szerintem ez bevonza az embereket, meg a téma is olyan, hogy ne felejtsük el azért, hogy mi hol vagyunk, Székelyföld, azért kicsit összemossák ezt a kettőt, a székelyföldi magyarok meg a zsidóság, úgyhogy na, szerintem ez vonza az embereket, de ma nem csak magyarok voltak, akarom mondani, úgyhogy... Meg szerintem mindenki megtalálja saját magát a darabban, a gyere beszéljünk erről. Igen, nyilván, tehát nyilván, hogy mindenki felfedezi a saját maga életét, a saját maga kicsi konfliktusát, vagy magára ismer ezekben a helyzetekben. A családi hagyományokat, hogy mit szólunk mi is, hogyha más, honnan érkezik a vőlegény. Igen, tehát a hagyományok azok ugye nálunk is nagyon erősek, tehát ez megint ugyanaz a hasonlatosság, amiről beszéltem az előbb, de hogy a hagyomány erőssége, az összefogott kis társaságok erőssége, tehát hogy ez egy olyan közösség, ami nálunk is megtalálható. Milyen volt a munkafolyamat ezzel a rendezővel? Nehéz, fárasztó. Mint ahogy az előadás, de ma azért jól esett nektek ez a fogadtatás. Persze, tehát az elején attól féltünk, nem tudtuk, hogy milyen arányban lesz magyar és román közönség, ugye tudjuk, hogy ki van vetítve a szöveg, de hogy az a helyzet, hogy az egy kicsit spéttel jönne, de meglepődtünk a reakciókon, hogy nagyon hamar jöttek, úgyhogy észrevettük ideje korán, hogy jó sok magyar ül a nézőtéren, és értik az egész előadást. Ebben rengeteg embernek nagyon sok munkája van, és szerencse is kell hozzá, mert úgy adódott a társulatnak az összetétele, hogy ezt szeretjük, bírjuk, és tudjuk is csinálni. És hát jól fogadja a közönség, még Bukarestben is. Ennek nagyon örülünk viszont. Igen, egy kicsit az volt az érzés, amely meglepődtetek, hogy ekkora vastag fogadott, vagy azért hozzá vagytok már szokva? Mindig meglepő. De úgy
Persze, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szoktunk hozzá. Hála jó Istennek, hogy hozzászokhattunk, mert tényleg nagyon nagy sikerrel megy, és ezt szeretnénk tartani. A Hegedűs a háztetőn című musical mondhatni örök életű, hiszen a darabban, a fülbemászó dalok sokat mondó szövegeiben is mindenki találhat egy szeretet a saját családja hagyományaiból, vívódásaiból.